Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Voltigáz épületének az udvarán, ami a karcagi járási hivatal most átalakuló új épülete lesz. Dr. Fazekas Sándor főnökségi miniszter úrral beszélgetünk, hiszen megtekintette az előbb a munkálatokat. Elég jól állunk, ahogy itt hallottuk, hogy tetszik a felújítás önnek. Jól haladnak a felújítási munkák, és remélem hamarosan átköltözik ide a járási hivatalnak néhány nagyon fontos részlege. Én különösen annak örülök, hogy a földhivatal egy olyan elhelyezést kap, hogy a gazdák, a földtulajdonosok kiszolgálása az sokkal komfortosabb, gyorsabb lehet, de ide kerül a tiszti főállatorvos is, szintén fontos a gazdatársadalom számára. De összességében elmondhatjuk, hogy Karcag egy új középülettel lesz így gazdagabb. A kormány támogatja ezt a beruházást, több mint 100 millió forintos ez a felújítás, és így Karcag, mint járási központ, egy méltó, az ügyfelek 21. századi igényének megfelelő ügyintézési helye lesz majd gazdagabb. És hát az is fontos, hogy közel lesz a főtérhez, tehát nem kell keresgélni, egy központi helyen lévő épületről van szó. Jól megközelíthető, a parkolás is könnyen, mint a viszonylag zsúfolt főtéri részeken. A főtér szélén vagyunk tulajdonképpen, és így ez a része is fejlődik a városnak. A járáshoz elég sok település tartozik, és a többi településen is lesznek majd fejlesztések, de azt hiszem, hogy ez a legjelentősebb, ami itt most megvalósul. Jászlónok megyében most ez az egyik legnagyobb közigazgatásfejlesztés. Itt számítógéppel ellátott munkahelyek, a gépjárműveknek parkolók, irattárak is kialakításra kerülnek a ügyfél tér, illetve a munkatársak helyiségei mellett. Tehát mindennek meg lesz a maga helye, és így ha bárki itt az ügyeit intézi, akkor kényelmesen hozzáértő kollégák segítségével tud előbb haladni ügyes-bajos dolgaiban. Itt az előbb több dolgozóval is beszélgetett, hiszen karcagi vállalkozás nyert el a kivitelezést, ez is fontos a város szempontjából. Hát mindenkit ismerek azok közül, akik itt dolgoznak. Karcagi vállalkozók, kisvállalkozók, iparosok dolgoznak az épületen. Összefognak azért, hogy a elég összetett munkát, annak valamennyi elemét el tudják végezni. Az elmúlt napokban sajnos a kommediátor ügytől volt hangos a sajtó, és Karcagot ezzel a hírrel hozták sajnos rossz hírbe. Ön is többször megszólalt ebben az ügyben. Mit mondan most a nézőinknek? A Karcagon évtizedek óta egy nagyon komoly társadalmi háttérre támaszkodó településfejlesztés, városfejlesztés zajlik. Karcag a Nagykunság fővárosa, gazdasági, közigazgatási szempontból, kereskedelmi szolgáltatások szempontjából, de a művészetben, a hagyományőrzésben, a kultúrában is egy komoly presztízsnek örvendő hely. Ehhez képest a kummediátor egy gyalázatos csalássorozat lejáratja a várost, és lejáratták azok, akik ezt elkövették. Nagyon sajnálatosnak tartom azt, ami történt, együtt érzek azokkal, akiket becsaptak, és a törvény teljes szigorával kell lesújtani azokra a csalókra, akik itt ebben a dologban vétkesek, illetve akik a háttérben meghúzódnak. Több médiában is az ön érintettségét firtatták újságírók, hogy önnek és családjának is volt befektetése ennél a cégnél. Kérem, hogy mondja el nézőinknek, mi az igazság? Sem nekem, sem családtagjaimnak soha semmilyen formában nem volt befektetésem a kummediátorban. Köszönjük szépen! Köszönöm!